Sziasztok! Endrész Timinek hívnak, az Éva magazin online felületének az egyik szerzője, szerkesztője vagyok, emellett pedig a Mesélj Anyukám podcast csatornáról lehet ismerős a hangom. A mai napon én leszek a Van 20 perced Instagram live sorozatunknak a házigazdája, a vendégünk pedig nem más, mint Kovács Eszter, aki a Met on the Moon mozgalom megalapítója. Eszter vezetői pozícióban dolgozott, sokat utazott, amit imádott, fantasztikus családtagok és barátok vették körül, mégis sokszor feszült volt. Sokszor azt érezte, hogy fáradékony, és éjjelente a plafont bámulta alvás helyett, miközben azon gondolkozott, hogy milyen tételeket nem pipált még ki a napi, a heti és a havi teendő listáiról. Nyugalomra vágyott, szeretett volna stresszmentesen élni, és szeretett volna megszabadulni az ülőmunka okozta hátfájástól, derékfájástól, úgyhogy kezébe vette az irányítást, és a modern nők szívosságával vetette bele magát a tradicionális és tudományos módszerekbe. Viselkedés pszichológia kurzusra iratkozott be, jogaoktatóképzésre járt, és meditációs tréningeken vett részt. Jelenleg nők ezrei követi, teltházas elvonulásokat tart, workshopokat szervez, a jóga és a mindfulness eszköztárával mutat utat nekünk arra, hogy hogyan érezhetjük magunkat jobban a testünkben, a lelkünkben és az elménkben is. És hogyha jól láttam, akkor Eszter itt is van már velünk. Úgyhogy megpróbálom behívni. Ja, Istenem, kicsit zavarban vagyok, megmondom őszintén, hogy nagyon régen élőztem. Eszter. Elfogadj. Sikerült. Siker, szia, Eszter! Szia, Timi! Picit megváltozott itt a felület, amióta én utoljára itt jártam Instagram live-on, úgyhogy izgultam, hogy sikerül-e a technikai részét megoldani, de sikerült. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én pedig már előre meg is köszöntem a meghívást. Hogy vagy, Eszter? Összességében, ez az első kérdés. Igen, összességében azt hiszem, hogy jól. Ugye ez a mostani helyzet körülöttünk bennünk, nyilván rajtam is nyomot hagy, és talán ez is a legfontosabb üzenet, amit magamban is próbálok elmélyíteni, hogy minden érzés valid. Hogy valid az aggodalmam, valid a félelmem, valid az örömöm, amikor együtt vagyunk egy workshopon a közösséggel, és el tudok feledkezni mindenről. Úgyhogy azt hiszem, hogy most igazán élem azokat az értékeket és módszereket, amikben hiszek, és amik más nehéz helyzetekben más segítettek. A te munkád az a jóga, mindfulness, meditáció eszköztárából áll. Van, amit át tudtál emelni a saját életedbe, amit most minden nap használsz? Ó, igen. Gyakorlatilag azt hiszem, hogy könnyű vagy nehéz helyzetekben egyaránt relevánsak ezek az eszközök, de talán mindannyian kicsit reflexzerűen jobban nyúlunk a kis öngondoskodás eszköztárunkhoz, amikor valami nehéz. Amit talán a legtöbbet használok, vagy amire a legtöbbet emlékeztetem magamat és a közösségem tagjait, és mindezt azzal a csillag karikázás kis elefánt oldaljellel, hogy én nem vagyok egy terapeuta, és amúgy úgy gondolom, hogy ebben a helyzetben terapeutaként is nagyon-nagyon nehéz helytállni, mert ez egy ismeretlen, új, nehéz, kiszámíthatatlan szituáció. De ami nekem a legtöbbet segített az elmúlt napokban, az az önegyüttérzés, mert azt érzem, hogy én és a közösségem tagjai is, akik hozzám fordultak, leginkább azzal küzdünk, hogy nehezen engedünk meg magunknak bármilyen érzést. Tehát a nehezek, hogy azt mondjuk, hogy
hogy mi az, hogy én félek, meg aggódom, miközben más embereknek az élete van veszélyben, vagy menekülnek, és hogy ez mégis milyen önző dolognak érződik. Aztán egy pillanatra elfeledkezünk magunkról, és jól érezzük magunkat, és kacarászunk, és örülünk, és összeölelkezünk, és akkor meg az van, hogy jaj, én hogy tudom magam ilyen jól érezni, miközben másoknak olyan nehéz, és ilyenkor nagyon-nagyon tudatosan igyekszem magamat is, az engem körülvevőket is emlékeztetni rá, hogy az az együttérzés, amit tudunk a nehéz helyzetben lévőkkel szemben mutatni, az ugyanúgy szükséges magunkkal szemben is. És ami ott nagyon klassz, meg érdekes, hogy ugye az önegyüttérzés az nem csak az, hogy azt mondom, hogy ne bántsam magam, hanem egyébként a mindfulness alapú stresszkezelésben ennek három lépése van, és az egyik az az, hogy engedjem magam érezni azt, amit érzek. Tehát, hogy az a nulladik lépés, hogy akármilyen kis érzelmi spirálba kerültem, merjem azt mondani, hogy ez szorongás, ez öröm, ez félelem, ez aggodalom. Aztán, hogyha ez megvan, hogyha meg tudom nevezni ezt az érzést, ha jelen tudok lenni abban az érzésben, amit érzek, akkor jön az, hogy ebből az izolációból, amiben különösen a nehéz érzések szoktak minket berántani, kiráncsam magam azzal, hogy emlékeztetem magam rá, hogy nem vagyok egyedül. Tehát, hogy mások is éreznek a legnehezebb élethelyzetekben is örömet, mások is éreznek félelmet most. Nem vagyok itt egyedül ebben a sötét szobában a negatív érzelmeim kis spiráljának legalján egyedül, hanem körbevesz egy közösség, akár csak érzelmileg is, hogyha fizikailag nincsenek is ott, akik hasonlóan mennek keresztül. És a harmadik dolog, ami talán a legnehezebb, az az önmagunkkal szembeni kedvesség, hogy azt mondjam, hogy megengedem. Megengedem magamnak, hogy féljek, megengedem magamnak, hogy örüljek. Tudok magammal is olyan megértő lenni, mint amilyen egy jó baráttal lennék. Egyébként ezt szoktam adni ilyen első számú tippnek, hogy amikor önkedvességet gyakorlunk, akkor próbáljuk meg akár perspektívát váltani, és azt mondani, hogy mit mondanál egy barátnak, hogyha azt mondaná, hogy pocsékul érzem magam, mert ma tök jót játszottunk a gyerekkel. Azt mondanád neki, hogy fú, de jól teszed, hanem azt mondanád, hogy ne, hát örülj neki, hogy ki tudtál lépni ebből a helyzetből egy órára, és jól érezni magad is, hogy tényleg ez a három lépés, ha erre ti is tudtok emlékezni, akkor nagyon-nagyon hasznos. Tehát ez, hogy igenis nevezzük meg, éljük meg azt az érzelmet, mondjuk ki, hogy igen, ez most félelem, ez most aggodalom, amúgy ez ilyen neurológiai főleg, tehát hogyha nagyon belevalljuk magunkat egy-egy érzésbe, akkor az, amikor elkezdünk azon gondolkozni, hogy mi is ez az érzés, és megnevezni próbáljuk, akkor az kiránt ebből az érzelmi spirálból. Tehát különösen, ha negatív érzés, akkor nagyon hasznos, ezt címkézésnek is szokták hívni, hogy felcímkézzük ezt az érzést. A másik az, hogy emlékeztessük magunkat rá, hogy bármilyen érzést is érzünk most, biztos, hogy nem vagyunk vele egyedül, tehát, hogy nem vagyunk ebben az izolált, elszigetelt helyzetben is, és próbáljátok meg nagyon kedvesek lenni magatokhoz, mert mindenkinek szüksége van a kedvességre ebben a helyzetben. Azt hiszem, hogy egyébként ez a legnehezebb sokszor ugyanúgy bánni magunkkal, mint ahogy a barátainkkal vagy a szeretteinkkel tesszük. Igen, és nagyon sok, talán pont amikor te is voltál nálam workshopon, szoktunk ilyen gyakorlatokat csinálni, amikor hálát próbálunk magunk vagy mások iránt kifejezni, amikor szeretetet vagy megértést próbálunk magunk iránt, és annyira éles vannak a között, hogy mennyi megértéssel tudunk fordulni egy-egy szeretett ember felé, és közben meg milyen vasszigorral önmagunk felé. Igen, nagyon érdekes volt az a gyakorlat a workshopodon, amikor párba kellett rendeződni, és igazából a mellettünk ülők többnyire idegenek voltak, és mégis azzal az idegen lányjal is sokkal kedvesebben viselkedtünk, mint saját magunkkal. Igen. Úgyhogy ez egy nagyon nagy felismerés volt nekem decemberben, amikor ott jártam nálad a workshopon. Tudom, hogy nagyon sokan, amikor meghallják, hogy meditációval is foglalkozol, meditáció oktatása, vagy a gyakorlásnak az oktatásával, a módszernek az átadásával, akkor sokan ilyen varázslatnak képzelik el az egészet, és a saját környezetemből is tudom, hogy nagyon sokan félnek meditálni, mert nem tudják, hogy mi fog ott történni velük, amikor leülnek és elcsendesednek, hogy mi fog lejátszódni, mi történik majd belül.
Tudom, hogy sokan attól félnek, hogy nem tudnak meditálni, hogy azt mondják, hogy én képtelen vagyok, hát én nem tudok meditálni. És tudom, hogy van egy harmadik kategória is, most a barátaimat végigfuttattam, aki azt mondja, hogy ő hamarabb ül be az autóba, és üvölti ki magát mondjuk egy zenére, mint hogy le tudjon csendesedni, hogy ő úgy nyomja ki magából a stresszt. Nincsen jó megoldás, mindegyik eszköz segíthet, de mégis ezzel tudsz adni valamilyen olyan kézzelfogható, tudom, hogy te ezeket nagyon-nagyon szereted, hogy a workshopjaid és az elvonulásaid után is úgy tudjanak hazamenni a nők, lányok, asszonyok, hogy van a kezükben kézzelfogható eszköz, amit tudnak használni a későbbiekben. Most tudom, hogy itt nagyon rövid az időnk, ugye a címünk is van 20 percet, ez egy 20 perces élőadás, de mégis van olyan eszköz, amit át tudnál adni nekünk, hogy mi az, amihez nyúlhatunk, amikor érezzük, hogy görcsbe rándult a gyomrunk, vagy amikor nem tudom, nem tudunk aludni éjszaka, mert a plafont bámuljuk. Mi az, amihez nyúlhatunk? Egyébként nulladik pontban szeretném leszögezni, hogy az autóban zeneordítás teljesen valid. Tehát, hogy tényleg egyébként ez egy fizikai stresszlevezetés, és talán a legegyszerűbb módszer, amiket szoktam ajánlani, azok pont arról szólnak, hogy térjünk vissza a fizikai valóságunkba. Tehát, hogy tényleg ilyenkor az történik, hogy az agyunk, ami érzést vagy helyzetet, még hogyha ez egy nem is reális, borzasztó szenárió, amit elképzel, azt valóságnak hiszi, és úgy reagál rá. Tehát, hogyha te úgy érzed, hogy borzasztóan fenyegetve vagy, akkor ha éppen a gyönyörű nappalitban ülsz a burjánzó növényeiddel, a tested akkor is érzi a fenyegetést, tehát, hogy ő azt a rendszert kapcsolja fel, ezt egyébként a szimpatikus idegrendszerünknek hívják, ami ez a menekülj, fagy le, harcolj rendszer, tehát ez beindul ez az ugye ilyen felspirázott állapot, hogy most valamit tenni kell. És ez ilyenkor rengetegféle stressz reakció van, tehát, hogy amit te is mondtál, hogy van ez, hogy egy gombóc lesz a torkomban, és nem tudok reagálni, ugye ez a lefagyás reakciója, van a harcolás reakciója, amikor úgy érezzük, hogy úristen, fel kell állnom, dobognom kell a kezemmel, valaminek történnie kell, mert ugye a stressz reakciótól megtelnek a végtagjaink vérrel, mert arra készül fel a testünk, hogy hát itt most meg kell védeni az életünket, miközben csak érzelmileg alakul ki ez a stressz reakció, talán a valós környezetedben nincs is fenyegetés. Szóval én ilyenkor azt szoktam javasolni, ami talán a legbefogadhatóbb, és egy ilyen nulladik lépés a meditáció és a koncentráció felé, hogy légző gyakorlatokkal kezdjünk. A légzésünk az egyébként egy az egyben össze van drótozva az idegrendszerünkkel, tehát hogyha megfigyeled magad, akkor érezni fogod, hogy amikor stresszes vagy, vagy ideges, akkor a légzésed kapkodóvá válik, felgyorsul. Tudod, meg azt is, hogy figyeljetek meg magatokon, hogy amikor elkezded tudatosan figyelni a légzésed, hogy néha kihagysz egy légzés stressz helyzetben. Mondjuk kapsz egy olyantól egy e-mailt, akitől tudod, hogy most lehet, hogy valami kicsit necces helyzet van köztetek, akár egy vitában vagytok, vagy egy egyetnemértés, és akkor kihagysz egy légzést. Na de, ugyanígy ez működik visszafelé is, hogy amikor stresszes vagy, akkor üzenhetsz az idegrendszerednek, hogy hé, nyugi van, nem menekülünk, nem harcolunk, nem kell lefagynunk, rendben vagyunk. Ahogy mondtam is, ezért a stressz reakcióért a szimpatikus idegrendszer az aktív, és a légzéseddel tudod ennek a kis ellenpárját, a nyugalomért és relaxációért felelős paraszimpatikus idegrendszert aktivizálni. Az egyik légzéstechnika, amit én szoktam javasolni a stressz helyzetekben, amikor éppen nem tudsz üvölteni az autóban, az a 4-7-8 nevű légzéstechnika, amit egyébként szorongásra, intenzív stressz helyzetekre szoktunk javasolni. Ugye annyival jobb az autóban üvöltésnél, hogy mondjuk a munkahelyeden vagy a gyerekeid jelenlétében is el tudod végezni. És úgy néz ki a légzés technika, hogy 4 számolásra belélegzel orron hosszan, 7 számolásra bent tartod, és 8 számolásra kilélegzel a szádon át úgy, mintha egy szívószálat tartanál benne. Tehát van egy ilyen enyhe fújó mozdulat, hogy soha nem gondoltam, hogy egy élő Instagram bejelentkezésbe fújkálni fogom a telefonom, de hát ez van. Úgyhogy, hogyha ez nagyon hosszúnak tűnik, tehát hogyha úgy érzed, hogy nagyon hosszú ez a légzés visszatartás, nagyon hosszú ez a kifújás, akkor nyugodtan gyorsítsd fel a számolásodat. Az a lényeg, hogy ezek az arányok meglegyenek.
És ez a technika ez úgy működik, hogy minden olyan légző technika gyakorlatilag, ahol hosszabb a kilégzés a belégzésnél, az ezt a relaxáló, nyugalmi idegrendszert aktivizálja, és amiben még segít, hogy ugye itt számolnod kell. Tehát nem tudsz egyszerre számolni, és egyszerre közben őrjöngeni azon, vagy aggódni azon, vagy forongani, ami történik. Úgyhogy ez egy nagyon jó kombináció, mert van benne egy picit ilyen jelenlét, hogy muszáj számolnod, mert hát 4-re belélegzel orron, 7-ig bent tartod, 8-ra kilélegzel ezzel a fújó mozdulattal. Ehhez azért képben kell lenni, mert ha csak egy pillanatra elkezdesz szorongani vagy stresszelni valamin, akkor már is elveszítetted. Ha ez megtörténik, meg szokott történni, akkor csak térj vissza ott, ahol vagy, oda, ahol vagy, és ezt a légzést, ezt végezd el legalább 7-10 alkalommal, és látni fogod, hogy nem csak az működik, hogy fejben lehiggadsz, és akkor ezt követi a tested, hanem az is működik, hogy lehiggad a tested és az idegrendszered, és ennek következtében a gondolatait követik. Képzeld el, hogy a férjem nagyon szereti a horrorfilmeket. És nagyon félek a horrorfilmeket. Én már kevésbé, mert én is nagyon félős vagyok. És azért mosolyogtam annyira, amiket mondtál, mert amikor valami nagyon félelmetes rész következik, akkor mindig 8-ig számolok. És tartom a lélegzetemet, szívom be 8-ig, tartom 8-ig, fújom 8-ig. És nagyon gyorsan pörögnek ezek a 8-as számok, és az nyugtat le, és addigra általában vége van a félelmetes résznek, úgyhogy akkor visszatérek a természetes légzésemhez, de hogy ezt a 8-ast, bár nem úgy, ahogy te elmondtad most, de én is szoktam alkalmazni. Igen, igen, ez fontos egyébként, ez a pursing lipsnek hívják angolul. Tudjátok, amikor így a mesékben így hullámzik a szája a szereplőnek, ahogy mondjuk valamit csinál, ugye ez az, ahogy kifújjuk a levegőt. Igazából a légzés visszatartás, és az, hogy így fújjuk ki a levegőt, csak növeli ezt a hatást. Egy lassú, mély légzés, vagy a kilégzés hosszabb a belégzésnél, hasonló idegrendszeri választaját, csak ez az egész felgyorsítja. Tehát az, hogy van benne légzés visszatartás, ez tovább növeli a vérünk széndioxid tartalmát, ami még jobban segíti ezt a folyamatot, hogy lemenjen a pulzusunk, lelassuljon a szívverésünk. És sokszor tényleg az van, hogy egyszerűbb a testünkön keresztül megnyugtatni az elménket, mint az elménket megnyugtatni először, és kivárni, hogy akkor a testünk is egy picit visszaérjen, az itt is, mostba is megnyugodjon. Igen, igen. Úgyhogy 4-7-8, ez a három szám, hogyha valami kell, és hát úgy gondolom, hogy ez át fog menni a meditációban kételkedő barátaidnál is, és egy tök jó első lépés arra, hogy megérkeztünk a testünkbe, és egy kicsit kipróbáljuk azt, hogy hogyan tudunk üzenni a testünkön keresztül az elménknek, meg visszafelé is. Esetleg van az alvásra valami technikád? Neked mi vált be, amikor bemutattalak itt az élő elején, akkor meséltem, hogy te is sokszor küzdöttél még a korábbi életedben ilyen alvási nehézségekkel. Egyébként attól függően, hogy mi a nehézség oka, tehát nyilván nincsenek általános csodaszerek, de a két dolog, amit én nagyon-nagyon sokat használok, az egyik az, hogy ami mostanában is nagyon jól működik, az a mentális kapacitás felszabadítás kifejező írással. A kifejező írás, ez nagyon tudományosan hangzik, és a tudomány igazolt is, hál' Istennek, de tulajdonképpen az történik, hogy ragadsz egy darab papírt, meg egy tollat, és legalább 10-15 percig írsz anélkül, hogy felemelnéd a tollat. Tehát, hogyha ami eszedbe jut, az, hogy mit nem intéztél, az, hogy mit kell holnap elintézned, az, hogy mit felejtél el, hogy ki szólt úgy hozzád, ami nem tetszett, kihez szóltál te úgy, ami nem tetszett, tehát, hogy minden olyan gondolatot, ami amikor csendben maradsz, felhangosodik, kezdj el csak leírni, és legalább 10-15 percet tölts el ezzel. Egyébként ez tényleg, tehát ami történik ilyenkor, hogy az agyunk az ilyen kis megoldatlan problémákat, amikor csendben maradunk, és mondjuk fekszünk az ágyba, és azt gondoljuk, hogy most úgy faszom magam, de úgy, akkor az agyunk azt mondja, hogy most, hogy nem csinálsz semmit, van ez a dolog, amit nem gondoltunk végig. Tessék, gondold át, és akkor előáll ezekkel a kis mindenféle dolgokkal. Biztos nektek is volt, mert hogy feküdtetek, lehújtad a szemed, és akkor az olyan dolgok jönnek, amikor komolyan, tehát ez várhat holnapig, agyam, kérlek. Tehát, és hogy olyankor tényleg segít az, hogy leírjuk magunkból ezeket a kis mentálisan megterhelő dolgokat. A másik ilyen, amit én szoktam
használni, és másoknak meg ez nagyon jól beválik, az a konténer technika, akár lefekvés előtt, akár napközben, hogyha például olyan nehéz érzések vagy problémák jönnek fel, amit akkor ott nem tudsz kezelni, mert mondjuk éppen pihenni szeretnél, hogy másnap ne legyél feszültebb, és még kimerültebb, és még nehezebb napod ne legyen, akkor a vizualizációs technika az úgy néz ki, hogy lehunyod a szemed, és elképzelsz egy konténert, egy széfet, egy dobozt, bármit, amiben úgy gondolod, hogy biztonságosan be lehet tenni dolgokat. Aztán hagyod, hogy ezek a nehéz érzések, ezek a feladatok, ezek jöjjenek, ahogy jönniük kell, és mindegyiknek adsz egy kis címkét. Azt mondod, hogy ez egy feladat, ez félelem, ez aggodalom. Ami feljön éppen benned, azt csak egy szóval próbáld meg összefoglalni, és képzeld, hogy ezt az egy szót beteszed ebbe a dobozba, szépbe, kinek mi a biztonságos helye, aminek elképzelted a tényleg a textúráját, hogyan fog záródni, hogyan nyitódik, milyen szó, tényleg legyen részletben. Amíg ezt elképzeljük, már szerintem el is alszunk egyébként. Igen, mire ezekben a részletben valamész, és aztán ahogy jönnek ezek a gondolatok, szépen pakolt bele, és amikor egyszer csak úgy érzed, hogy na most, mintha szünet lenne, most pár másodpercig nem jön semmi, akkor képzeld el, hogy gondosan bezárod ezt a dobozt, és nem azt mondod, hogy én nem fogok megbirkózni ezzel a szorongással, vagy aggodalommal, hanem azt mondod, hogy holnap reggel nyitom ezt a dobozt, és akkor itt lesz az ideje, és akkor foglalkozni fogok veled, de most pihenek. És tényleg nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy ennek a technikának nem az a lényege, hogy ide jól bezártuk a rossz érzéseket, meg a nehézségeket, és akkor mint a szőnyeg a lebesöprés, csak egy másik módszere, hanem tényleg az a lényege, hogy csak addig tegyük őket félre, ameddig megfelelő élethelyzet van arra, hogy el tudunk velük bánni. Tehát, hogy ne a, nem tudom, fontos meetingünk meg prezentációnk előtt akarjunk velük megbirkózni, ne lefekvés előtt, amikor aztán a pihenésünket zavarja. Úgyhogy tényleg ez egy nagyon klassz vizualizációs technika, mindfulness alapú stressz csökkentésben rengeteget használjuk, és tudom, hogy biztos most sokakban felmerül az, hogy jaj, de fura ez, meg most itt fogok ülni, és akkor elképzelek egy ilyen fémdobozt, ami kulcssal záródjon-e vagy kóddal, mert amúgy tényleg el kell képzelned az összes részletét, de adjatok neki egy esélyt, mert nagyon sok embernek működik, köztük nekem is. Úgyhogy fejezőírás és ez a konténer technika, amikor cikáznak a gondolatok. És a 4-7-8 légzés. Ez most három technika is volt, Eszter, amit említettél nekünk. Ezt a videót le fogom menteni, úgyhogy bármikor visszanézhető lesz, hogyha esetleg később csatlakoztatok be, akkor meg tudjátok nézni majd előről, vagy hogyha esetleg most dolgoztok, vagy más dolgotok van, akkor később is meg tudjátok majd nézni, illetve én a technikáidat, hogyha megengeded, Eszter, felraknám az Éva magazin online oldalára, és akkor csinálunk belőle egy cikket, szó elszáll, írás megmarad, és akkor ott is vissza lehet majd olvasni. Persze, nagyszerű. Örülök, hogy hívtál, Timi, és köszönöm, aki itt volt velünk. Én is nagyon-nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és azt is köszönöm, hogy ennyien itt voltatok velünk. Legyetek jól, és alkalmazzátok a technikákat. Köszönöm. Sziasztok! Sziasztok.